jönnek. Foglaljanak helyet, hogy nos. Szóval önök kíváncsiak, hogy mellékruhákat fogom használni a legközelebbi sorozatban, amiben egy hindui, vagyis indián hölgyet fogva játszani, hindu, és többféle kosztümöt válogattam ki ehhez a szerephez. Nos, a lényeg, hogy csak azokat mutatom meg, amit lehet, amit megbeszéltünk a rendezővel. Szóval a legelső és legegyszerűbb holmi ruhácska az egy ilyen átlátszó hosszú ruháról van szó. Mégpedig teljesen hosszú, ami szilon anyagból van, és ilyen gombszerűségek találhatók a szélén. Ezt a ruhát majd akkor fogom viselni, amikor még csak jövök a városba az elején a filmnek. A ruhácska ilyen zöld, halvány zöld, inkább már ez a kaki szín, és fekete, vagyis sötétebb zöld, inkább fegetés árnyalatok vannak, mintázatok benne. A ruhácska alá ilyen gombinézmérét fogok használni. Ha rajta múlana, akkor elég lenne csak az alsó nemű. De így akarta a rendező. Szóval ez nagyon könnyű viselet lesz, főleg hőségben, és örülök neki, hogy ez is közöttük volt a bintasnak, mert ténylegesen nagyon ruhanyós, ez nem kell vasalni. Szóval nem akarok előre a filmből részleteket mondani, de a legelején én egy valósi hölgyet játszok majd, aki a városban jön, a városban, ami természetesen pontosan az ellentéte a énjemnek. Szóval örülök neki, hogy megtaláltam. Nézzük a következőt. Következő ruhám. Egy ilyen, mikor már a városba érek. Ez nagyon jó. Ez szintén nagyon jó bemutatja. Ami egy picit merészebb, már nálam megszokották. Szóval vannak ilyen háromnegyedes ujjacskák, háromnegyedes, és nem hiszik el, de ezt én
Szóval vasaltunk. Vasaltunk ezt a ruhát. Gyönyörű nyári színekben van, azért választottam ezt a ruhát. És hogy ezt hogy fogom viselni? Hát én mindenféleképpen fürdőruhával szerettem volna. De ugyanis a rendező nem engedélyezi, sőt, nem engedélyezi. Ezt elmondhatom. Külön honorárt kértek volna azért, hogy fürdőruhában mutatom magam. És nem hajlandó fizetni. Úgyhogy úgy rendettem, hogy akkor nem fürdőruhához, hanem egyszerűen ilyen topot veszek fel alá. Fehéret. Lehet, hogy pirosat. De jó, ez ilyen strandi halmi. De ilyen magasabb papucs vélével nem tudom képzelni, hogy milyen klassz lesz rajta. Szóval ezt megtapinthassák, akik akarják, tiszta kézzel kérem. És ez is persze bokáig ér. Bokáig ér ők is valamicska. Nem bántam volna, hogyha így esetleg, de lehet brúsot is használni, ugye nem fontos ez. Nagyon jó az anyag, felszívja az hogy fulladjon a bőr, hogy ne hulljon a bőr. Szóval ezt akkor fogom viselni, amikor már a városban vagyunk, így a Varda rendező. Ilyen a, hogy mondjam, szerény kiskacsából, ennek a holminak szép kis szerény ruhátka, ugyanis éppen az a jelenet, amikor ismerik azt a minden filmben, és minden ilyen romantikus filmben van olyan, hogy a valósi kis csajszli bejön a városba, először tök ilyen színes holmikban, és akkor összejön a főszereplővel, mármint a férfivel, és ő várja őt lent a lépcső alatt az ajtóban. És akkor ebbe lesétálok a lépcső. Lesétálok. Gondoltam, hogy kalapot is fogok hozzá viselni. Ez már térden, alul, térdig érő, térdig. De gyönyörűséges kék, sötétkék a pár, és kékről van szó. Gyönyörű csipkézete, dekoltás. Még akkor is, ha ezt éppen fordítva tartom, mert ha jól megnézik, az előr dekolt magasabban van, mint a hátán. Az azt jelenti, hogy a hátamból egy darabka ki lesz.
készítse az egész ruházatot. Szóval ebben én lesétálok egy tűzsarkú magas cipőben, ami fekete. Szereztem magamnak a hindui öltözetet, ami három kombinációból áll. A legegyszerűbb része a tipikus nadrág, szilon. Ezt
és ha jól megfigyelik, ez az alap, és ez és főleg ez a virágrész, ez a csipke, csipkedíszítés, ez takar. Ezt fogom viselni, mikor megéri a kezemet. Hát, ezt felveszem, igen. Megmutatom önöknek, hogy van. Szóval ezt nem testre fogom tekerni a szalait, hanem fejre fogom tekerni. Nézzék, milyen gyönyörű. Lehet használni, de már akkor valami toppot kell a nadrághoz viselni. Mert nem tudom, a blúz alul esetleg megpróbáljuk. Nem tetszik ez a tipp.